Jó estét kívánok! A mai adásban kortárs balett bemutatót hozunk, lesz musical és dráma, és egy Móricz történet. Induljon a forgószínpad, a helyi televízió közös színházi magazin műsora. Shakespeare Lear királyából csinált egész esti és két részes táncjátékot a Szegedi Kortárs Balett. A társulat művészeti vezetője Juronics Tamás ezúttal rendezőként jegyzi a darabot, koreográfusként a társulatot tünteti fel a színlap. És valóban, a lépések kitalálásában a táncosok nagyon aktívan vettek részt. A darab kihívása, hogy két öreg férfi figura is szerepel benne. Lear feleségének temetésével indul a darab, ami eltérés Shakespeare-től. A történet hőse Britannia királya, aki lemond hatalmáról, és azt három lánya között akarja elosztani. A legfiatalabb, Cordelia azonban nem kér az örökségből. Az idősödő királyt Csetényi Vencel táncolja, aki évekig a társulat tagja volt, de ma már csak vendégként lép föl. Ez egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes és összetett karakter, úgyhogy nagyon sok... Már sokat küzdök vele, de pont ettől jó ez a szerep. A másik főalak Gloucester gróf igazi és törvénytelen fia közt hánykódik. Ebben a másik öreg szerepben 19 év után újra színpadra lép a társulat igazgatója. Pataki András azt mondja, őt is meglepte, milyen otthonosan érzi még magát a színpadon. Ez egy nagyon furcsa helyzet, mert nyilván a levegőben benne volt egy ilyen lehetőség is, de aztán hogy mentek a hónapok, még a évelején a sajtótájékoztatón is bejelentődött ez a dolog, de valahogy így elment mellettem ez az ügy, és akkor nem sokkal igazából a bemutató előtt egy három héttel szóltam másra, hogy hát azért kellene ez a Gloucester, és nem sokat gondolkodtam, megmondom őszintén, aztán utána sokat gondolkodtam, hogy jó ötlet volt-e, vagy jó húzás volt-e 19 év után visszamenni a színpadra. Az embernek se fizikuma nincsen, nyilván az agya is teljesen másra kondicionálódik már egy igazgatói létben. Tehát az első napok, mondjuk az első hét azért ez egy megfeszített dolog volt fizikailag is, meg memóriába is, hiszen a lépések megjegyzése és a mozgás intenzitása, a mozgás vissza hozása már, amennyi az én szerepemben van, az azért megterhelő volt. De nem idegen a dolog. Tehát én meglepődtem, amikor a színpadra kerültünk itt a főpróba héten, hogy mennyire otthonos ez az érzés. Tehát nem múlik el, mint a biciklizés gondolom, hogy kiesik az ember belőle egy kicsit, de elfelejteni nem lehet. Táncban nehezebb elmesélni egy bonyolult történetet. Minden, ami a színpadon van, az segít. Legyen ez egy alma, egy kendő, vagy bármilyen kellék. A kollégákról ugye nem is beszélve, tehát igazából nyilván egy tekintetből többet nyerek, mint mondjuk egy almából, de ott a színpadon ott mindig mindennek helye van.
ami nagyon fontos számomra, és talán éppen ma reggel fogalmaztam meg, a csapatot belülről látni. Tehát azt a fajta dinamikát, azt a fajta intenzitást, amit az ember nyilván már eltávolodva a színpadról, csak kívülről vesz le, tehát azt a fajta munkát, azt a fajta erőfeszítést, azt a fajta felkészülést és koncentráltságot, amit látok a környezeten, és azt a segítőkészséget, azt óriási örömmel fogadtam, és ez egy olyan dimenzió, ami számomra zárt volt eddig. Nyilván tudatosan átérzi az ember, de ezt most így emocionálisan is megéli a színpadon. A muzsikát Shakespeare két kortársától, Dowlentől és Purcelltől válogatták össze. A színlap szerint a koreográfiát a társulat készítette, Juronis Tamás rendezőként van föltüntetve. Lírnek a lányaival gyűlik meg a baja, amiben a darab végére bele is őrül. Az előadás azonban, némileg eltérve Shakespeare-től, más kicsengést ad a történetnek. Székesfehérváron Edward Albee Nem félünk a farkastól című korszakos drámáját mutatta be a Vörös Marti Színház. A darab Cukor Balázs rendezésében került színre. És akkor mondjam, lásd a kuplerát! Na, mondjad már a filmnek a címét! Komolyan mondom, hogy nem tudom. Hát akkor gondolkozz! Késő van életem, fáradt vagy? Fáradt vagy, mitől vagy fáradt? Egész nap nem csináltál semmit, órát sem. Idestova 60 esztendeje mutatták be Edward Albee Nem félünk a farkastól című fekete humorú szatirikus amerikai drámájának színpadi adaptációját, amely most Cukor Balázs rendezésében került színre a Vörösmarty Színházban. Márta és George egy 50-en túli házaspár egy alkoholgőzös éjszakán vendégül látja George egyetemi munkatársát Micket és feleségét Hanit. Az elfogyasztott alkohol után mindenki szélsőséges állapotba kerül, így a baráti ismerkedés feszült játszmába torkollik, és szemünk előtt tárul fel a két házasság bonyolult és szenvedélyes története. Azt láttam, hogy azért nagyon benne van a levegőjében, hogy ez el tudjon szállni maga ez az előadás, hogy meg tudjanak teremtődni pont ezek a magasságok és mélységek. Próbálunk sok humort beletenni az előadásba, hogy minél jobban kijöjjön a tragikus oldala is, tehát igazából én is kíváncsian várom, hogy ez mennyire születik meg majd itt holnap után. Az imént beszélgettem a szereplőkkel, és szinte mindannyian azt mondták, hogy jó szerintem lobiszkoltak ebben, hiszen itt azért valóban meg lehet mutatni mindenkinek azt a sajátos színészi énjét, a jó kedvet, a szomorúságot, a bánatot a tragédia árnyékában. Igen, hát én próbáltam arra figyelni, hogy azért minél szabadabban hagyjam őket, és természetesen a végső döntések azért az én kezembe érnek össze a szálak, tehát az, hogy milyen rendezői ötletek vannak benne, és akkor amellett kitartani, az végül is az én dolgom. De az, hogy ők ebben jól érezzék magukat, vagy az, hogy meg tudjanak mutatni önmagukból esetleg olyan személyes dolgokat is, amit esetleg egy más színdarabba annyira nem kerülhet elő, itt egyszer persze ezzel kísérleteztünk folyamatosan. És te, Márta? Teli alkohol? Persze! Nem keverem, nem fáj fejem. Márta ízlésvilága az évek alatt mondhatni kikristályosodott. Régen, amikor még udvaroltam neki, nagyon nem biztos, hogy ez a helyes kifejezés. Nyolc ki, drága! Bármikor édesem. Szóval, amikor még udvaroltam neki, el sem tudjátok képzelni, hogy miket rendel. Bementünk egy bárba, borsőpálinkba, szokásos erő, rácsolja egy kicsit a homlokát, és mit rendel?
Csokoládés, mártirik, meg égő poncskelyet. Az est folyamán gyorsan fény derül a múlt árnyékaira, hogyan üresedik ki egy régen még szerelmes kapcsolat, hogyan veszi át a kölcsönös megalázás és a totális kiábrándultság a szeretet helyét. Igyekeztünk a kis társulattal, meg a rendezővel, Cukor Balázssal együtt kihozni a legtöbbet belőle. Hát remélem, hogy sikerült, szerintem egy nagyon izgalmas anyagot, vagy egy nagyon izgalmas előadást tudtunk létrehozni, legalábbis bízom ebben. Hát szerintem a legfontosabb, ami az egésznek az alapja, hogy egyszerűen a gyerekkori sérelmeink, sérüléseink hová tudnak vezetni, hogyha nem foglalkozunk vele. De amikor félsz a sötétben, meg tüzsel, azt nem adom. Na, és erről egy. Imádlak, te szemlék. Szándékosan kerestük, ahol lehet ennek az úgymond játéknak az örömét, az élvezetét, és a huncutságát, és a humorát, és a szellemességét, mert alapvetően szerintem, még ha valaki ismeri is, vagy nem ismeri, de hát azért na hát ez egy nagyon komoly, meg mély drámáról van szó, de... Tehát ezt nem lehet szerintem az elejétől a végéig, vagy hát azt gondoltuk, mert egész egyszerűen annyira megtereli a nézőt is, hogy aztán teljesen nem lesz befogadóképes, de valóban kerestük azt, hogy nem csak a színházi szempontból, hanem ugye a nő karakteréből adódóan is, hogy szeret tulajdonképpen mindenféle szerepet, vagy hogy is mondjam, játszani a helyzetekben, tehát hogy ez is egy játék a részéről, meg kettőnk között is nyilván a férjemmel, ahogy így élünk, és szórakoztatjuk magunkat, mert különben amúgy lehet, hogy számukra nehéz lenne az élet ilyen játszmák nélkül, vagy ilyen héjanász a zavarom, vagy nem is tudom, mihez lehet ezt hasonlítani. Azért vettem el, mert Várjál. Amikor rákérdeztem, azt mondtad, nincs gyereketek. Mert igazából nem is volt teljes. Egyszer csak megjött a hasa, aztán meg lenne. Nincs tabu, megismerhetjük a múlt árnyait, fény derül a megcsalások, a párkapcsolati játszmák és szerelmi kegyetlenség márványba vésett lenyomataira, amit hidegvérrel beszélnek ki a szereplők. Az az igazság, hogy én ennyire nehéz szerepet nem csináltam még, vagy a maga próba folyamat annyira intenzív volt és nehéz, hogy ahogy mondod, ezt a sok fajtaféle érzelmet és egyáltalán szituációt hitelesen megcsinálni, vagy jól megtalálni a szerepnek az igazságát, hogy például miért nem mennek ki az első 10 perc után a szobából, vagy egyáltalán a házból, ahová megérkezik a fiatal pár. Nagyon nehéz volt, és azt hiszem, hogy a két főszereplőnek a szerepe az talán jobban is megvan írva, tehát ott egy konkrétabb valamiből könnyebb kiindulni, még ugye a fiatal házas párnál itt ugye, ami bizonyos értelemben jó is, de ugyanakkor egyfajta nehézség, hogy mi kell, hogy teljesen összerakjuk, és kitaláljuk, és megtaláljuk azokat a pontokat, hogy mi az igazsága ennek a szeretnek. Én soha nem keverem. Az jó. Ugye csak a férjed mesélte, hogy mi a helyzet a kromoszómákkal. Mi van? Génekkel. Én bevallom, rettegik a férjedtől. Ne! De komolyan. Milyen gének? A matek tanszéken van. Nem már, a biológia tanszéken. Nem, George, a matek tanszéken van. Tényleg a biológián van. Esküszöm? Már csak tudom. Jó, hát én is emlékezhetek mindenre. Amellett, hogy ugye megy a fő cselekményvonal, vagy a fő szál ugye a házaspárral, a George-al és a Mártával, amellett ugye nekünk nagyon sokszor nagyon sok mindent ilyen technikailag kellett, vagy technikából kellett megoldani, hogy alá segítsük az ők viszik ugye a fő cselekményszálat, és emellett nekünk ugye színfoltoknak is kell lenni,
poentírozni is kell, és ugyanakkor nagyon fontos, hogy mind a kettőnknek, a Tamásnak is, és az én karakteremnek is meglegyen a saját kis egyéni sorsa, a mi kapcsolatunknak is meglegyen a kis múltja, és a jövője is esetleg, és szerintem nagyon jó, hogy mind a két karakter nagyon összetettre sikerült, hogy amellett, hogy például az én karakterem is egy ilyen nagyon kis naiva, kis szendeszűz, kedves pörökbe akar vágódni, mellette azért megvan az ő drámája, és hát szereti a Blendit. Vége a bulinak, gyerekek! Már rég ágyban van a helyetek, menjetek szépen haza, jó éjszakát! Elvi a modern civilizáció embertípusát tárja elénk a négy szereplő karakterével, akik mindannyian saját társadalmuk konvencióinak és előítéleteinek fogjai, hamis minden, ami körülveszi őket, és miután lerombolnak mindent, csak akkor döbbennek rá, hogy valójában mennyire magányosak. I Love You, egy jókedvű musical review a Soproni Színház évad utolsó bemutatója. Nemrégiben Székesfehérváron is színpadra állították ezt a népszerű darabot. Sopronban Kéri Kitty rendezői szándéka az volt, hogy a jeleneteken keresztül minél többen elgondolkozzanak, vagy nevessenek saját párkapcsolati helyzeteiken. Sokak számára ismerős élethelyzetek is színre kerülnek a Soproni Petőfi Színház 2022-2023-as évadának utolsó bemutatóján, melyet ugyan feszített tempóban, de hihetetlen nagy elánnal alkotott meg a társulat. Az I Love You, Te édes, de jó vagy, légy más, jókedvű musical revüként jellemzett darabban a kiváló zenei anyag remek jelenetekkel és sziporkázó humorral ötvöződik. A kacagtató részek pedig olykor bensőséges pillanatokká alakulnak át. A kapcsolatteremtésnek a különböző fázisait, akár mondhatjuk ezt is, picit megpróbál kronológikusan haladni a szerző, tehát, hogy először az első randik, a találkozások, ezt bemutatja több formában is, tehát elindulunk onnan, hogy mi van akkor, ami megint egy tipikus mai probléma, hogy nincs időnk. Tehát nagyon szimpatikusak vagyunk egymásnak, csak mindenkinek tele van a naptárja. Aztán van olyan, hogy egyszerűen elbeszélünk egymás mellett, és jövünk mindenféle őrületes fantazmagóriával, vagy beszélgetésbe próbálunk valamit megfogni, de nem tudja megfogni a férfi a nőt, mert a nő meg átlát rajta. Közben a férfi is átlát rajta, hogy a nő miért viselkedik úgy, tehát, hogy ebből a szempontból is egy jó tapasztalás, hogy vajon mit gondolnak rólunk a férfiak, amikor velük beszélgetünk, és vice versa, mire kell odafigyelni. Aztán van olyan, amikor látunk egy olyan párt, aki sikertelen volt korábban. Ez a szerző szerint is a versenylő és a bébi például, ez a legkínosabban kell arra figyelni, hogy ne csúszunk át egy üres bohózatba, tehát egy rossz dologba, mert annyira fontos az, hogy sosem szabad szem elől veszíteni, hogy ha látunk két embert egy helyzetben, ebben a darabban, akkor ott mind a kettő nagyon erősen akar valamit a másiktól. Legyen az a szerelmnek bármilyen formája. De hogy valamit várunk egymástól, és folyamatosan egymást keressük, és ahogy a darabban elhangzik, hogy tulajdonképpen egész életünk során keresünk valakit, aztán megtaláljuk, hiszen ő a tökéletes a számunkra, aztán egy másik életet azzal töltünk, hogy megpróbáljuk őt megváltoztatni. Na, de miért? Tehát ennek a különböző fázisait láthatjuk. A néző számára talán az is fontos lehet még, hogy a fülbe mászó dallamokon kívül, és azon túl, hogy jókat fog nevetni, magára ismer. Számomra az egyik legfontosabb üzenete mégiscsak az a darabnak, hogy merjünk sebezhetőek lenni, merjünk nyitottak lenni, és merjük mindig újra kezdeni. És attól, hogyha valami tragédia történik, attól még ne zárjunk be minden kaput, hanem nyissunk egy kicsit egymás felé, meg a szerelem felé, mert az bármikor betoppanhat. Az előadás remek játék lehetőséget kínál a színművészeknek, hiszen számos különböző szerepben, 20 élethelyzetben lépnek színpadra. Játék és nagyon nagy szeretet. Szerintem ez a legeslegelső, hogyha az ember ad magának teret, akkor újból gyermek lesz, és ezzel eljátszadozhat.
ennek a tényével, az öregedéssel, a szerelemmel, a hősi jellemábrázolása, hősiességgel akár. Olykor pizzafutárrá változik, olykor egyetemistává ismét, és apuka lesz majd. És ezt nem lehet szerintem máshogy csinálni, csak úgy, hogyha az ember hagy magának teret arra, hogy kiélvezhesse ezeket a szituációkat. A jelenetek patchwork-szerűen illeszkednek egymáshoz, majdnem végig független történetekként, olyan módon haladva, hogy bemutatják életünk és kapcsolataink meghatározó pillanatait. Zene, zene, zene. Igen, ezt, ahogy Kitti is mondta az előbb, hogy hallgatva nagyon fülbemászó és nagyon könnyűnek tűnik, amikor az ember leül és belenéz a kottába, akkor egyszer csak kap egy sokkot. Tényleg nagyon nehéz a zenészeknek is, meg nekünk is. Úgyhogy nagyon sok idő ment el arra, hogy csak ültünk a zongora mellett és tanultuk a dalokat. Úgyhogy a színpadi részére ezért kevesebb idő jutott, de Gergő fogalmazott, tényleg a színészi rutin az ilyenkor bekapcsol, és összerakjuk, és segítjük egymást is. Úgyhogy tulajdonképpen egész meglepő módon készlettünk már, mint még azon túl is, hogy nagyon kevés időnk volt. Én azt gondolom, hogyha duplányi időnk lett volna, még akkor is lehet, hogy ugyanígy állnánk. Ilyenkor jön mindig az a gondolatom, hogy 4 hét alatt mindent meg lehet csinálni, csak össze kell kapnunk magunkat. Annyira izgalmas mindegyik, és annyira szeretem a humorát, és ezek most derülnek majd ki, és a nézőket nagyon várjuk, mert ugye nem csak mi velünk történnek meg ezek a szituációk, a nézők is folyton azt fogják majd érezni, hogy jó, tényleg. Szóval annyira mindennapi történtek ezek, annyira közel hozzák a nézőt, úgyhogy már alig várjuk, hogy bejöjjenek, mert ugye egy vígjátéknál nagyon fontos az, hogy hol fognak nevetni, hol nem fognak nevetni. A musical revue-t a világ számos színházában nagy sikerrel játszották Joe DiPietro szövegével és Jimmy Roberts muzsikájával. A darab 1995-ben került először színre, 1996-ban pedig Off-Broadway bemutatóként már a második leghosszabb ideje futó musical címét is magáénak tudhatta. Most már ez lesz mindig? Ezt a kérdést fogalmazza meg többek között a Rokonok rendezője, aki a választ a nézőkre bízza a Szegedi Nemzeti Színházban. Az alkotók szerint, ha fellapozunk egy újságot, vagy megnézzük a napi híradót, 2-3 olyan hírt biztosan találunk benne, amely akár a Murici történetből is származhatna. A Rokonok hihetetlenül aktuális és erős üzenettel bír ma is, az illúziók elvesztéséről, a gátlástalanságról, a morál hiányáról, a korrumpálódás folyamatáról. Az én vágyam volt az, hogy ez a Móricz mű színpadra kerülhessen. Nagyon friss, nagyon aktuális helyzetet mutat be, ami azt gondolom, hogy minden néző számára ismerős lehet. Végigolvastuk az összes többi adaptációt, és az, ami azokat lassítja, nehezíti, nehézkessé teszi, azt próbáltuk egy picit légiesíteni, vagy könnyebbé tenni, vagy mozgékonyabbá. Ezt ugye meg lehet csinálni úgy nagyon sok helyszínes, hogy rengeteg változással, nehéz falakkal, hiperrealista díszletbe, de ezt nem akartam, hanem egy sokkal folyékonyan, nem ez érdekelt ugyanis belőle, hanem az, ahogyan ez az örvénybe szippantja ezt a fiatalembert, vagy már nem teljesen fiatalembert, és aztán így elnyeri a sár. Az a fő, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Igaz? Persze, hogy igaz. Ezt is leírhatom az újságra, mert leírom. Hallottál? Barátok, megértették? A nagyságos főügyész úr mindent megtesz, amit megtehet. A nagyságos főügyész úr a négy ember. Köszönjük, főügyész úr, nekünk ez teljesen elegendő. Hát, nem sok. Rengeteg. A dráma középpontjában csak úgy, mint a regényben, Kopjás István frissen megválasztott főügyész áll. Az ő vesszőfutásában láthatjuk a politikai és gazdasági hatalom összefonódását, a kéz kezet mos elv és a rokoni kapcsolatok romboló erejét. Találkoztál meg Borondaival? Megmenekül! Az a hír járja, hogy földművelésügyi államtitkárt csinálnak belőle, elvégre rokona a miniszternek.
Ez a jó magyar szokás, nem igaz? Az is izgalmas ebbe a szerepbe, meg a darabba is, hogy amilyen az ember csinál valamit, és még ha tudja is, hogy nem jó, de megindokolja, hogy miért jó. És a Kopjás mindig megindokolja magának, hogy ő ezt miért csinálja, alátámasztja egy-két érvel, és megy előre, mert közben azért mégiscsak az ember szeretne nyerni, nem szeret veszteni, nem is azt mondanám, hogy hatalomvágy, de hogy, mert közben a Kopjás jót akar tenni, csak kell bele két megalkuvás. Hát hallom, kérlek tisztelettel, hogy Cegléden a főmérnöki állást átalakították műszaki tanácsosi állásra, és Pestről hívtak le valakit. Egy műszaki urat. A belügyről. Ne számítson senki könnyed színházi estére. Az a néző, aki otthon van a mai közéletben, intravénásan kapja a napi politikát. Lesz felcsúti kisvasút, stadionberuházás, vagy a 100 milliárdokat elégető, zavaros lélegeztetőgép biznisz. Az akkumulátorgyár is eszébe juthat egyeseknek. Mi a legjobb befektetésünk? Gazdasági alakulatok teremtése és lábraállítása. Sertéstenyésztőre gondolsz? Sertéstenyésztő? Aha. Roppant szüksége volna van a városnak. Ez nagyon. Ez az egyetlen kiút. Ugyanaz történik, mint Móricz írásában, majdhogy nem 100 évvel ezelőtt. Tehát elég kinyitnunk az újságot, bekapcsolnunk a híradót, egy kicsit beszélgetni az ismerősökkel, a barátokkal, és mindenhol találhatunk olyan történeteket, amelyek valamilyen módon részesei a produkciónknak is. Ez mindig így van, szerintem, és mindig így is lesz. Hogyha látunk egy idolképet, akkor ahhoz valamilyen szinten közelíteni akarunk, meg akarjuk ismerni, fel akarunk nézni rá, hinni akarunk benne, és ez a hinni akarás az, hogy na majd ő megváltoztatja a világot, mindenkinek a bizodalma benne van ebben, ő benne, és ez mondjuk egy jó nagy terhet tesznek erre az idolképre. Úgyhogy fordulatos, senki nem az, akinek látszik. Úgyhogy ez egy ilyen, hát mondhatom spoilermentesen, hogy egy ilyen kicsit ilyen gangster cucca dolog. A jól érezhető valóság reflexióban élesen ott rejlik az irónia, amin a rendező szerint akár jól is szórakozhatnak a nézők. Azon a mondaton, hogy nem panaszkodnak ki a gyerekeit, hogy fáznak az iskolába, bármennyire tragikus, szerintem röhögni fognak. Mert a 21. század Magyarországán fáznak az iskolába. Hála a NER-nek. Ez a majdhogy nem 90 éves darab nagyon frissen szól azokról a helyzetekről, amelyek olyan ismerősek lehetnek számunkra a médiából. Hogyan válik egyszer csak egy rokon olyanná, mint egy parazita? Hogyan tudunk viselkedni egy olyan környezetben, ahol nagyon nagy elvárások nehezednek ránk, miközben megpróbálunk jót tenni, de valahogyan belesodródunk egy olyan szituációba, amikor az a visszájára fordul? Hogyan vetkőzik ki egy tisztességes ember önmagából az érdekek nyomására? És számos egyéb más olyan kérdéssel is foglalkozik a darab, ami ha nem is a pörgőségével, de mégiscsak azért a humorával is, én azt gondolom, hogy meg fogja szólítani a nézőket, és elgondolkodva fognak távozni majd az előadásról. Ez volt a Forgószínpad, a színházak és a helyi televíziók közös műsora. Viszontlátásra! A Forgószínpad műsorát a helyi televízió közreműködésével a Szeged Televízió készítette. A műsorvezetőt öltöztette a La Femme.